A Dilophosaurus. Ismertebb nevén a Spitter. Magyarul köpködő. A Jurassic franchise egyik legkedveltebb dinoszaurusza, az én nagy személyes kedvencem. Mindenki tudja, hogy a Dilophosaurus mérget termel, és a zsákmányára köpve annál vakságot és részleges paralízist idéz elő, s így kedvére befalhatja áldozatát. Viszont sokan nem tudják, hogy pontosan hogyan és honnan is köpi a mérgét ez az állat. Üdvözlök mindenkit, én Sanyi vagyok, és nézzük meg együtt, hogy hogyan köpi a mérgét a Dilophosaurus. Mielőtt a Dilophosaurus megtámadja az áldozatát, széttárja a gyönyörű mintával ellátott gallérját, amivel a galléros gyík DNS miatt rendelkezik. És ezután köpi rá a mérgét az áldozatára. A nyaka alján két oldal találhatóak a méregmirigyek, amiben tárolja a mérgét. Ez a filmben is látszik, hogyha megnézitek, megduzzad, amikor kitárja a gallérját, és utána köpi ki. Tehát ez rendesen meg van csinálva. Ugye addig elernyett állapotban vannak a nyakán, azért nem is látszódnak. Ezeknek a mirigyeknek a nyílása az állat szájában található, a nyelv alatt. Kettő hatalmas lyuk formájában, ahogy ezt itt láthatjátok is. Onnan préseli ki ezt a nyálkás mérgét, amit egyébként a nyílméregbék a DNS-nek köszönhet. Ezen a korai koncepciós rajzon sokkal jobban láthatóak a méregmirigyek. Én nem bánom, megmondom őszintén, hogy nem így került a filmbe, mert hát úgy néznek ki, mint te a borotvált heregolyók. Ezért ragadja meg Owen a világuralomban a Diló torkát, mert összenyomja így a méregmirigyeit, és nem tud köpni az állat. Ha megnézitek, a száján kifolyik rendesen a méreg. Ez a Dilophosaurus pontos hatástalanítása. Szóval, hogyha egyszer titeket megtámad egy Dilophó, mert ez ugye Magyarországon egy borzasztóan gyakori dolog, akkor elkapjátok a nyakát, kinyomjátok onnan a mérget, és szabadok is vagytok. Egyébként ez a jelenet az egyik kedvencem az új filmből, mert ez még Owen karakteréhez is tök sokat ad hozzá, hogy ő ismeri azért a dinoszauruszokat, nem csak a raptorokat, és marha jó részlet is az olyan komoly Dilophó fanoknak, vagy Jurassic fanoknak, mint én. Ez a méregköpés egyébként mai állatoknál is megfigyelhető, csak nyilván nem ennyire fejlett formában. A legjobb hasonlat talán az a fekete nyakú köpködő kobra, ami a fogaiból köpi ki ugye a mérget. Természetesen méregmirigyelő ugyanúgy rendelkezik, csak az a testén belül van, a fogai mögött. Nem ilyen látványosan kívül, mint a Dilophónál. Elképesztően részletes ez az állat, nem véletlenül a kedvencem. Brutális, hogy milyen munkát fektettek bele 93-ban Stan Winstonék. A leírásba berakom a linket a hogyan készült videóhoz, ugye, amit Stan Winstonék csináltak. Mindenképp nézzétek meg, mert baromira érdekes. Tehát kérdezetlen, hogy mennyi munka volt benne, meg hogy hogy élvezték, ahogy csinálták. És tényleg egy csoda volt, amit ott alkottak. Itt nem csak a Dilophosaurusra értem, hanem igazából az összes jurassicos robotra. Lásd a T-Rex, vagy akár a Raptorok, de még a beteg Triceratops is, az is egy hatalmas kedvencem. Szóval így köpi a Dilophosaurus a mérgét. Remélem tudtam nektek újat mondani. Pontosan ezek miatt a Dilophosaurus a Jurassic Park látványos, de gyilkos lakója. Sziasztok!